Köszöntöm a nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és már is mondom, hogy mi minden lesz az adásban. Nos, én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot. Babics Mihály sorai ezek, és ezt nagyon sokszor idézik, különösen mostanában, hiszen október 18-a a Magyar Festészet napja, így már 2002 óta, és már nem csak egy nap, hanem egy határainkon is túlnyúló ünnepségsorozat, rendezvény sorozat, amiről beszélgetni fogunk vendégeinkkel. Szóval első témánk a festészet, vendégeink pedig a Magyar Festészet Napja elnöke, Verebes György, valamint Horváth Dániel, a Magyar Festészet Napja alelnöke, mindketten festőművészek. Aztán a tehetség mindent megtanul, a zseni mindent tud, mondta Göte. De egyáltalán mi a tehetség? mit nevezünk tehetségnek, és nem csak a festészetben, hanem az élet, nem túlzás azt mondani, minden területén. Hát erről is szó volt nemrégiben egy Egerben tartott konferencián, meg hát a tehetséggondozásról is. Mindenről beszélgetünk a stúdióban Dúró Zsuzsa pszichológussal, és hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl, Ugye ismerősek ezek a szavak, ugye ismerősek, mert hogy meséről van szó, de egyáltalán miért fontos a mese? Miért kell mesét mondani, és miért kell mesélni, hozzáteszem nem csak a gyerekeknek, hanem még a felnőtteknek is. Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapja, a népmesenapja. Mi is mesélünk. Vendégünk Kovács Marianna, mesemondó. Kezdünk! Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon sok dolog van ilyenkor a Magyar Festészet Napját megelőzően, és feltételezem, hogy nem csak a Magyar Festészet Alapítványzal kapcsolatos dolgokról van szó, hanem minden másról is, hiszen dolgoztok, azt hiszem ezt így a legjobb mondani. Úgyhogy ez, ez így nagyon jó. Másrészt pedig annyi minden van, és annyi program van itt ezekben a programfüzetekben, hogy úgyse tudunk mindent elmondani. De azt viszont mindenféleképpen jó lenne, hogy a festők patronusának, Szent Lukácsnak a napja is, és ha, ha jól tudom, most már jó négen, 2002-től létezik ugye a Magyar Festészet napja. Annyit még, hogy ne legyen túl hosszú a bevezetés, hogy most már itt nem egy napról van szó, hanem határokon is túlnyúló rendezvénysorozatról, és nem csak Budapesten, hanem mindenhol vidéken. És egyetlen egy szám 2018-ban, ez direkt felírta, 400 művész 2000 alkotása szerepelt a programban. Na hát ehhez képest mi minden lesz? Kezdjük talán itt. Elnök úr. Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket. Valóban ez egy szinte egy ilyen hát határokon is túlnyúló, uh -huh. hogyha nem lenne ilyen furcsa felhangja, akkor azt mondhatnánk, hogy egy ilyen monstre projektán nőtte ki magát. Ez <laughs> Igen. a 18. Magyar Festészet Napja uh -huh. programsorozat, és hát ez egy, így ahogy említetted, ez uh -huh. egy egynapos rendezvényből uh -huh. született ez a, ez a projekt, ami tulajdonképpen azzal az apropóval született, hogy a tisztán szakmai rendezvény legyen, ahol a Festők ünneplik önmagukat, úgymond, és, és nem szokványos kapcsolatot keresnek a közönségükkel. És találnak is mindenféleképpen, és hát most nem csak a, a titulus miatt kezdtük így, hogy elnök úr, de akkor a elnök úrral folytatjuk veled. Szóval milyen részt válasz, vagy veszel részt, vagy kiállítasz itt a festészet napján, illetve hát az azzal kapcsolatos rendezvényeken? Uh -huh. Mind a ketten minden... festőművészek vagytok. Hát ezt festőművészek minden... vagyunk, de megbeszéltük ugye mi magunk között, hogy mi nem veszünk részt, mint kiállítók, Értem. Uh -huh. hanem mint szervezők, mint kurátorok, tehát mind a ketten uh -huh. például a kurátorok is vagyunk. A, az élő magyar festészet nevű nagy rendezvényünknek vagyok én például a fiatal uh -huh. szekciójának a kurátora. Igen. Magyarul én úgy gondolom, bár ez nincs így kiosztva egymás között, én inkább a fiatalok felé való nyitást uh -huh vállalom magamra. Egy másik kiállítást is kúrálok, az pedig a Trezor galériában, a B32 Trezor Igen. galériájában lesz. Jó, hát akkor még egyet mindenféleképpen szóba akartam hozni, és mondom is, hogy hát a programsorozat végül is három részből áll, de hát ezt is sokkal jobban tudjátok, de vannak kiemelt helyszínek még hozzá, Ó Buda, Új Buda, és szólnok. Hát azt hiszem, hogy egy Munkácsi Mihály díjas festőművésznek, aki egyébként ott a, a szolnoki kolóniának is a vezetője, nem lehet kihagyni szolnokot. Ott mi fog történni? Hát rengeteg minden. Mi ennek a szolnoki rendezvénysorozatnak adtunk egy címet, tehát egy kicsit ilyen rendszer a rendszerben mm -hmm. belül elgondolás alapján. Ez a képzőművészeti ünnepe Szolnokon, Igen. ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy Szolnokon nem kizárólag festészeti kiállítások kerülnek megrendezésre, van köztük szobrászati és grafikai mm -hmm. kiállítás is. Természetesen a festészet túlsúlyban van, és hát itt azt kell elmondjam, hogy körülbelül tíz nap leforgása alatt több mint tíz kiállítást és különféle művészeti festészethez kapcsolódó projektet nyitunk mm -hmm. meg. És társ rendezvényünk a Szolnoki Nemzetközi Filmfesztivál, amely tavaly óta Alexander Trauner ismert film, filmes látványtervező mm -hmm. nevét viseli. Úgyhogy... Ez, ez, Tehát itt gyakorlatilag a vizuális, vizuális szakmának két ágazata mm -hmm. találkozik egy közös együttlétben szólnokon. A szólnoki képzőművészeti mm -hmm. társaság nagy kiállítása. Apropó. Uh, itt kinyitottam a programfüzetet, de csak azért, hogy ne felejtsem mert találtam benne egy nagyon érdekes dolgot. Akkor visszatérve, azt szeretsz utazni? <laughs> Utazok minden héten. Egerbe. Én, de én azt hiszem, hogy, hogy talán kiderül, hogy mi van itt a kérdés mögött, mert hát vándorló lelkek vagyunk mindannyian, és gondolom itt a művészetedben és a munkádban is egy olyan nagyon nagyszerű címet viselő kiállítás vagy kiállítás sorozatod is van, ugye? Aminek talán az a címe, hogy homo. Ja, Na, feljel. homo, homo passenger, igen. Tessék. igen. Volt egy ilyen kiállításom valóban, és a, Hát erről a, a, az utazás közbeni gondolkodásról, az agy kikapcsolásáról szólt tulajdonképpen ez a festészeti kiállítás. Uh -huh. És akkor lehet erre azt mondani, hogy ilyenkor jön meg az ihlet? Abszolút. Tényleg? Nálam ez így van. Igen. És Aha. nem is csak ihlet, hanem nagyon jó gondolatok. Ugye én például az utazást egy ilyen meditációnak tartom, uh -huh. ülök a vonaton, a buszon, nem, nyilván nem, amikor én vezetek. Na ja, hát, nem mondom, De amikor ilyen eszközökön utazom, akkor abszolút kikapcsol a Akkor a lehet a legjobban gondolkodni. Így van. Hát én most nem akarom felsorolni az összes díjaidat, meg kiállításaidat, mert hála Istennek volt jó sok, és reméljük, hogy lesz is, de arra jutott eszembe, hogy inkább a fiatalok felé orientálódsz, vagy, vagy gondolkozol ez ügyben. Lehet, hogy rossz a kérdés, de akkor igazíts fejre. Mostanság, a kortárs festészet, a művészet és a fiatalok. Mennyire a szó jó értelmében rugaszkodnak el a régiektől? Szóval azért nem tudom, hát egy Munkácsi, vagy egy Rafael, vagy egy Csontvári, vagy bárki, még a maiaknak, a legfiatalabbaknak is példát adhat, nem? Hát én azt gondolom, ad is. Akkor jó. Abszolút ad. Szóval az egy más kérdés, miért, hogy... Rá, bocsánat, kiegészítem a dolgot. Vannak-e valamiféle olyan trendek, ami uh -huh. a mostani fiatalokra vonatkozik uh -huh. inkább? Vannak trendek, és ezeket a trendeket, vagy hogy mondjam, ilyen kisebb uh -huh. csomó pontokat próbálom például minden évben ezen a trezoros kiállításon egyet-egyet bemutatni. Tavaly például a digitális világhoz való viszonyukat mutattuk oh, be a az, festőknek, az. idén viszont egy figurális anyagot hozunk a uh -huh. trezorba. Hát ez hogy... az. Akkor, hogyha már itt az utazásról és a gondolatébresztő dolgokról beszéltünk, akkor ide vonatkozhat egy másik kérdés. Lehet, hogy meglepődnek a nézők, de azért felteszem. A szelek fújnak még az ujjait körül? Jaj! Igen, igen. Világos Igen, ez meg egy a gyönyörű dolgok. szép megfogalmazás, ezt még ilyen szóeszetételben nem hallottam, de valóban, hát sejtem, hogy ez az én képi világomra vonatkozik. Ez így van. Bizonyos értelemben, meg hát ugye a zenei háttérre. Valóban van egy nagyon érdekes hasonlat, amit egyik felvidéki szobrász barátom említett, hogy hogy az is most így a meditációra rákapcsolódva egy kicsit, tehát hogy a, a, az embernek a, a, a az érzékelése se úgy finomulhat ki leginkább, ez, ez így lehet egy példával élni, hogy amikor megmozdítom az ujjam, akkor fényéveket írok mm. le ezzel a mozdulattal. Aha, hát akkor így van. Na most, hogyha már itt kiállítást említettünk, akkor hát azt hiszem, hogy képileg is ez megjelenik, mert a kezek, és a kezeknek a művészi megalkotása, festése egyáltalán. ez, Hát nem mondom azt, hogy, hogy sűrűn fordul elő, de mi, mi, mi vonzott, mi, inkább úgy kérdezem, hogy mi vonzott a kezeidet a kezekhez? Tulajdonképpen az, hogy engem érdekelt az, hogy hogy lehet egy olyan testformát, emberi Aha. testformát, ami a személyiség jegyeket nagyon intenzíven hordozza, hiszen hát az arc után rögtön a kézről hát, ismerszik fel az ember hogy lehet személy fölöttivé emelni, hogy uh -huh. univerzális jelentés nyerjen ezáltal. Tehát úgy, ahogy mondjuk egy arc esetében elmondható az, hogy, hogy, hogy az arc az alapvetően, amikor képen megjelenik, akkor portré, Igen. de de van, van olyan elképzelhető olyan, amikor túllép a portrébeliségén, és, uh -huh. és tulajdonképpen egy szimbólum válik. Uh -huh. Ezt szeretném én is ezekkel a fölnagyított szinte szertartásos kézmozdulatok ábrázolásával elérni. Na már mindjárt még visszatérek, csak közben eszembe jutott, hogy ebben a műsorban a későbbiekben szó van tehetségről is, mikor az ihletet kérdeztem, vagy mondtam, akkor jutott eszembe, de ez a gyerekkori kötődés. Szóval azt tudom, mert azt olvastam, hogy képzőművészeti szakközépiskolába jártál annak idején. Szóval akkor ez ez ilyen gyerekkori elképzelés volt már, vagy akkor már érezted magadban ezt a fajta elhivatottságot? Na most nem a szakközépre gondolok, hanem ez még, még előbb, a korábbiakra előbb. Is. Nagyon jó rajztanárom volt általános iskolába. Egyébként az alapítvány valamilyen szinten tagja is, Vince uh -huh. Angéla, és ő fedezte fel bennem tulajdonképpen azt mondhatom azt a fajta furcsa látásmódot, ami, ami a többiek uh -huh. megkülönbözteti a, a művészt. Ezt gondolom arra, tanár is felfedezte benned. Abszolút. Ő, ő fedezte fel, és biztatott járjak szakkörre, menjek ezen a pályán tovább, és én ezt egy olyan pályának láttam már akkor, ami azóta nyilván ez a naivitás egy picit ledölt, uh -huh. de hogy egy, egy, egy szabad önkifejezés, ami a, a személyiséget tudja hogy mondjam úgy, úgy megmutatni uh -huh. saját magának, mint egy tükörbenézés, és, és én nem félek belenézni a tükörbe azóta se. Há, ez így van. Na most a, a gyerekkorra visszatérve, most akkor mondok még valamit, amit nem biztos, hogy mindig megkérdeznek a kezek után, és azért jut eszembe, mert ugye a gyerekkor és a kiskor, hát akkor nyilván te is rajzoltál már gyerekkorban, és most mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy a lovon a Jézus már igen, Igen, ez a szüleimnek a kedvenc története. És igen. ez valóban, hát azt hiszem, hogy talán első általánosba jártam akkor, vagy az is lehet, hogy még óvodában. És hát valóban igen. rajzoló gyerek voltam és Hát ez ők arra csodálkoztak rá, hogy hát ugye én délvidéki származású vagyok, és már gyerekkorban na, ott elég erőteljes volt a képregény kultúra. Ami mereszánszát éli hozzá, Igen, abszolút. És hát e, már gyerekként én találkozhattam veretes, jó minőségű képregényekkel, és ezek nagyon inspiráltak egyébként a rajzolásra. Mm -hmm. És hát ennek a következménye volt az, hogy a szüleim végignézték, ahogy egy lovas kábolyt megrajzolok, úgy, hogy a revolverrel kezdtem, és hozzárajzoltam a készfejét, az alkart, felkart, mm -hmm. utána a törzset, és alá legvégül a lovat a patákkal. És e, hát ezt a fajta, Igen. hogy is mondjam, fölépítményt csodálkoztak rá a szüleim akkor. Mm -hmm. Az utazásról jut még eszembe, az előbb említettem, hogy sok-sok díjad, sok-sok kiállításod van, de ösztöndíjakról is beszélhetünk. Ha most mondjuk csak két város nevet említek, Lisszabon és Nürnberg, arról mi jön elő? Két fontos helyszíne az életemnek egyébként. Lisszabon egy csodálatos hely, egy hónapot sikerült eltöltenem ott, de visszavágyom azóta is. Uh -huh. Nem tudom, valahogy a hangulata az... az Annyira közel áll hozzám, hogy uh -huh. ezt szokták is mondani magyar portugálval. Tehát akkor ez is inspiráló volt nyilván. Abszolút. Uh -huh. A másik pedig Nürnbergben egy évet töltöttem, még annó az egyetem alatt egy ösztöndíj uh -huh. keretében, és, és tulajdonképpen ott értem felnőtté, hogy így mondjam, művészetileg is, és személyiségben is. Uh -huh. Úgyhogy nagyon fontos helyszín. Franz Thing, yes. <laughs> <laughs> nem, már csak azért, mert ilyenkor mindig az van, hogy ugye, hát idegen hely, idegen ország, hát akkor azért valami csak kell tudni, de ezt örülök, mert nem csak angolul beszél ma már mindenki, mert mm. nem van, aki németül is. Igen. A másik dolog, hogy nem tudom mennyire vagy muzikus lélek, de azt tudom, hogy te igen, és hát ha most én azt mondom, hogy zenekarokban, jazzzenét, világzenét játszó zenekarokban vagy tag, és zongoristaként is, zeneszerzőként is, szóval valahogy, akkor hát nyugodtan mondhatom hogy négy szem közt, univerzális tehetségről is beszélhetünk, hogyha valaki a festészetben, a rajzolásban, a grafikában és zenében is egyaránt otthon van, akkor így hogy osztod be magadnak ezt a sok mindent? Érdekes módon ez a két dolog, ez, ez fölerősíti egymást. Uh -huh. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a tehetség az lényegét tekintve egy hogyha valakinek van közlendője, uh -huh. ami, ami van üzenete a világ számára, az pusztán csak felületi készségek kérdése, hogy az milyen nyelvezetben nyilvánul meg, uh -huh. hogy azt verbálisan, vagy vizuálisan, vagy akár zenei hangok formájában. Uh -huh. Tehát itt az üzenet az értelemszerűen lehet gondolati is, de lehet érzületi üzenet uh -huh. is, vagy valamilyen, valamilyen érzelmi állapotnak a viszonylag, precíz kivetítése például a zenén keresztül ez lehetséges mm -hmm. és azt ami amit mondjuk és kevés olyan ö, ö, arca van a, a ezeknek a késztetéseknek, amit mondjuk a, a festés folyamata nem tud előhívni azt előhívja a zene tehát ez a kettő ez nagyon szépen működteti egymást. Én, azt szoktam mondani, hogy én festés közben táncolok, uh -huh. és muzsikálok, zongorázás közben pedig képeket festek. Ez jó. Na most direkt nem tőled kérdezem, mert erre nagyon könnyen tudnál válaszolni, de én szerintem te is, ha már itt a zenéről van szó, egy képnek, egy festménynek lehet ritmusa? <faz> Kell is, hogy legyen. <s dachte> Na, nem kérdés, nem kérdés. Ugye én tanítással is foglalkozom, Iatherszel. és... Richard. Abszolút uh, arra próbálom ösztönözni a diákokat, hogy ebből a, hogy mondják ezt a, az általános iskolának, meg a közoktatásnak ebből a kicsit ilyen leszűkített nézőpontjából törjenek ki, és találják meg a saját képeiknek a ritmusát, ugye amiről itt az előbb szó volt. Hát ezt mindenféleképpen. Na most itt vagyunk a programsorozatnál, amit direkt mondom, hogy nem fogom elsorolni, de találtam benne egy érdekességet azt mondja, hogy női vonal. Itt tehát nyilvánvalóan azért női vonal, mert, mert hogy hölgyekről van szó, festőkről. Ez, ez, szóval hogy került vele, vagy miért válogatódott ki, hogy úgy mondjam, hogy most akkor itt nyilvánuljanak meg a hölgyek egymás után, nem tudom hányan, nagyon sokan. Ez egy több, több éve, hosszú mm -hmm. évek óta szereplő eh, rendezvénye a Magyar Festészet napjának, és hát Véleményem uh -huh. szerint egy igencsak érdekes és aktuális kérdést feszeget, és ez eléggé megosztja a művésztársadalmat uh -huh. is egyébként, hogy létezik-e kimondottan női művészet, vagy nőies Aha. művészet. Tehát vannak például női művész kollégák, akik kimondottan elutasítják, elutasítják azt, hogy bármilyen módon hangsúlyt kapjon az, hogy ők melyik nemhez tartoznak. Uh -huh. Azután vannak, akik pedig élnek ezzel a lehetőséggel, és büszkék arra, hogy az ő munkáikon például első ránézésre föltűnik, hogy ezt egy nő készítette. Én azt hiszem, hogy mind a két hozzáállás adekvált. Tehát uh -huh. itt most már abban a korban élünk, amikor ezt mindenki egyénileg döntheti el, de ehhez hozzájárul az is, hogy ma manapság a művésztársadalomban Valóban számszerűleg, tehát százalék arányba nagyon erős a női mezőny, és ez egyre erősebb lesz. Tehát most a férfi dominancia az egyre hátrébb szorul. Egyébként ezt meg azért is hozom szóba, és néztem meg itt a, a, a programfüzetben, hogy női vonal és a kezek. Mondtam, hogy még visszatérünk a kezekre. És hogyha most hirtelenjében Dánielnek kéne kezeket festeni, nem miért nem mondjuk megrendelésre, akkor mit festenél szívesebben? Női kezet, vagy férfi kezet? Érdekes, mert nekem is van olyan képem, azért nem is egy, amin kezek szerepelnek. Na, hát nem ezért? csak a kezek. Érdem, igen. De, de fontosnak tartom én is ezt a, ezt a szimbólumszerűségét ugye a kéznek, mert annyi mindent rá lehet olvasni, vagy bele lehet látni egy kézbe. Hát férfit és nőit is. Nem, nem tudnám megmondani, <laughs> Jó, mikor melyiket. Nincs olyan, hogy melyiket könnyebb, vagy melyiket nehezebb. Na, szóval visszatérve még egyszer. Annyit csak, hogy én említettem itt a legelején, hogy most már 18. hogy a 2000 Kettő óta létezik ez a nagyszerű kezdeményezés. Civil kezdeményezés volt, és nyugodtan elmondhatom világ előtt, hiszen ismerik Ilona kolléganőmet, aki azt hiszem ott volt a kezdeteknél, ugye? Igen, igen. És még néhányan. Tehát ő a kezdő csapatban is hosszú évekig nagyon. Tehát a festészet napja, mint projekt, mint kezdeményezés nagyon sokat köszönhet mm -hmm. az ő személyének. Mm. Ugyanúgy hát megemlítem, okvetlenül Bráda Tibor munkácsidias festőművész, igen. aki tulajdonképpen a, a szellemi kitalálója volt uh -huh. ennek az egész kezdeményezésnek, és hát az egészen a közelmúltig elnökeként tevékenykedett, uh -huh. most is tiszteletbeli elnök. Hát akkor már Zsónai Gábort is szóba hozhat. Így van, igen, igen. És hát az alapítók között még számos hosszan uh -huh. tartanak felsorolni, de számos nagynevű művész bábáskodott, akik az uh -huh. alapítók között felsorolnak. Tehát, napja? 18-a, a rendezvények korábban kezdődnek, nem árt azt hiszem még egyszer elmondani, hogy Buda, Ó Buda, Új Buda és Szolnok természetesen. Meg lehet nézni, és igazán gazdag a kínálat mindenfelé, és nincs vége 18-ával sem, mert ugye bár utána is vannak még rendezvények. Igen. Még egy, egy számadatot hozzátennék, tehát Tulajdonképpen nagyon boldogok vagyunk, mert a kapcsolódó rendezvények országszerte és határon túl átlépték a 150-es számot, Hú, ami azt jelenti, igen. hogy több mint 150 kiállítás került megrendezésre ebben a programkeretben. Uh -huh. Az időtartam pedig tulajdonképpen már szeptember utolsó felére kitolódik, tehát gyakorlatilag szinte két hónapot fölölelő időtartamról van szó. A, idén először. Más városok is komplex programcsomaggal csatlakoztak, ezeket felsorolnám Hódmezővásárhely, Eger, Jászberény, csaba. és reméljük, hogy az elkövetkezőben még több város már évkezdetekor úgy tervezi a kulturális programjait, hogy minél több festészeti programmal csatlakozhasson ebben az időszakban. Akkor én még egyszer megköszönöm a beszélgetést, hogy befáradtatok a stúdióba. És hát azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy sok-sok ilyen kezdeményezést csináljatok, legyetek tanulói, és hát a magánéletben most erre a festőművészetet és a zenét értem, további sok sikert a nézők nevében is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és a régi ismerettségre való tekintettel azt is, hogy tegeződünk. Mindenképp. És hát tulajdonképpen, amikor a tehetségről beszélünk, akkor erről az embernek nagyon sok minden eszébe jut. Én azt olvastam, hogy, hogy egységesen nem definiálható tulajdonságcsoport, de hát hogyha mégis van valamilyen definíciója, akkor, akkor és általános, és nem csak a festészetre gondolok most, Igen. akkor tudsz -e ilyet? Igen, szóval nagyon összetett a fogalom, de azért, mm -hmm. ha egy icipicit kibontjuk, akkor Igen. mindenképpen fontos, hogy a tehetség egy velünk született adottságokon mm -hmm. alapuló és folyamatos képzés és fejlesztés által létrejövő képesség, mm -hmm. ami az élet egy vagy két területén az átlagosnak messze meghaladó teljesítményhez létre. Én olvastam egy olyan idézetet, egy, hát egy elég jó nevű Paula Coelho-tól, ő azt mondta, hogy a tehetség univerzális adottság, de rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele, merjünk jobban a legjobbak lenni. Ez igaza, így, van? igaza van, mert az egyén boldogságához, és hát, mm -hmm. uram, bocsán, társadalom boldog gulásához hozzátartozik az, hogy az ember ki tudja bontakoztatni a képességét, mm -hmm. ehhez mindenképpen fontos az adottságokon kívül, Igen. amik tulajdonságokat örököljük, egy olyan inspiráló környezet, amiben meg tudjuk mutatni magunkat, ami mm -hmm. lelkesít, ami megkínál minket lehetőségekkel. Egyébként nem véletlenül beszélgetünk, mert nemrégiben a magyar tehetséggondozó társaság, immár 30. országos konferenciáját tartották Egerben, és hát ott is nyilvánvalóan sok szó esett a tehetségről, és egyáltalán, hogy hogy, hogy lehet felismerni a tehetséget, ez a kérdés első fel, aztán majd folytatom, már gyerekkorban. Így igaz, tehát, hogyha a tehetség pedagógiáról, pszichológiáról uh -huh. beszélünk, akkor tulajdonképpen három területet kell kibontanunk. Az egyik a már említett tehetség a tehetség uh -huh. felismerése, tehetség azonosítása. Hát most már rendelkezünk azokkal a módszerekkel, eszközökkel, aminek uh -huh. keretében feltárhatjuk ezeket a velünk történő dolgokat, ami már picikorban megtörténhetnek. Például, hogy a zenei képesség az uh -huh. már óvodáskorban erőteljes megmutatkozik, tehát azok a történések, uh -huh. amik zenei téren az óvodában vannak, ezek Bocsánat, látványosak. Bocsánat, egy csak, megkérdezték a fiatal zenészt, hogy szereted Mozartot? 12-13 éves volt a gyerek. Mondja, igen, nagyon szeretem, és hallgatom is. Hát ő 6 éves korában már zenést is szerzett. Így igaz. <laughs> Ma, igen. A zenei képességeknél a családi halmozódás uh -huh. is nagyon fontos, például a Mozart családnál is mindenki uh -huh. ebben a képességben magas szintű. A másik nagyon korán megmutatkozó képesség a nagy mozgásokban, tehát hogy milyen hajlékony, rugalmas az a kisgyerek, uh -huh. és akkor a később életkori szakaszokban jönnek majd a többiek, a matematika, a képzőművészet, a szociális képességek, uh -huh. és még ez sok igen. minden más, de ez már az iskolának a feladata, tehát ahogy mondtam, a felismerés. Igen. A második nagyon fontos területünk, ha már megláttuk a fától az erdőt szakemberként, igen. akkor csináljunk is valamit, tehát megvannak azok a módszerek, eszközök, aminek segítségével még hatékonyabban tudjuk előhívni a gyerekekből, az adottságokból kivontakozó képességet. És akkor a harmadik láb, igen az a bizonyos tanácsadás, amivel szolgálhatunk a szülők felé, pedagógusok felé, és így ebben az egységben fogja a gyerek kibontakoztatni igazából mm. a képességeit, és ez egy nagyon sikerorientált tevékenység Igen. a közreműködőknek, pedagógusnak, szülőknek és a gyereknek is, és hát tudjuk, hogy a sikerhez vezető út maga a siker. Pontosan, na most, hogyha már azt mondod, hogy megláttuk a fától az erdőt, akkor egy ide vonatkozó idézetem is van. Azt mondja, az emberi tehetség minden fajtájának, akár a fáknak van saját jellege, és megvannak a határai. Láros Fukó mondta mindezt. Csodálatos, igen. Vannak korlátaink, határaink, tehát persze határa csillagos ég, jó, szoktuk hát mondani, igen, igen. de ezek azért szélsőségek. Tehát van egy olyan tólig határ, amin belül nagyon sokat tudunk tenni a gyerekért, uh -huh. ehhez azonban az ő személyisége is nagyon az, fontos. Igen. Tehát itt a fő fogalom igazság szerint a személyiségfejlesztés, és azon belül a uh -huh. képesség fejlesztés, és ha én is idézhetek, Na. akkor idéznék egy Ügyet, mert ötvös József mondta, az első népoktatási törvényben már, Igen. hogy az oktatóiskola, a iskola, a nevelő iskola, a teljes iskola, uh -huh. vagyis mindig nevelünk a nevelés személyiségfejlesztés és szoktatás, Igen. és azon belül fejlesztjük a képességeket. Tehát mindig az uh -huh. embert látjuk magunk előtt, azt az egyszerű megismételhetetlen valakit és valamit, amit pedagógusként, pszichológusként Aha. szeretnénk a legmagasabb szinten. Igen, rájöttek erre, csak hát nem mindenhol alkalmazzák, de már ezt Igen. mondod, és tényleg az iskola, akkor még azért Karinti Frigyestén idézném <laughs> egy pillanatra, aki azt mondta, hogy nem értünk rá tanulni, mert folyton csak tanítottak. Ez nagyon bájos, és ebben szintén <laughs> nagy igazságtartalom van. Uh -huh. Igen, tehát hagyni kell az egyént kibontakozni, hát nem tudjuk erővel átvinni a mi elképzeléseinket, hogyha benne nem tudunk meghallgatást találni, uh -huh. és elfogadást. Tehát kell, hogy elfogadja magát a pozícióját, kell, hogy örüljön Igen. annak, hogy, hogy mi megláttunk benne valamit, és segítse hozzá a környezetét ahhoz, hogy ez a fantasztikus képesség ki tudjon bontakozni. Na most azt olvastam, hogy a tehetség összetevői, hát nagyon sok minden van, de kettőt megjegyeztem, az, hogy intelligencia, és az, hogy kreativitás. Igen, nagyon sokáig tartotta magát az a nézet, hogy csak az intelligencia, Igen. és ennek a számossága, és akkor dobáloztak itt számokkal, nagyon fontos természetesen, hogy megfelelő értelmi képességek is legyenek, bár vannak olyan képességek, például a képzőművészetben mm. megmutató ahol nem is kell az intellektuális képességeknek a kimagasló volta, mert kimagasló kreatív, vagy kimagasló képzőművészeti képességgel rendelkezhetnek a szerényebb Igen, intellektuális Igen. képessége. A másik nagyon fontos, és ez napjainkban kiemelkedően fontos területté vált a kreatív. Kreativitás, uh -huh. ami az intelligencia kiegészítője, Igen. mert igazából a kreatív emberek hoznak újat létre, az uh -huh. ő fejükből pattannak ki a tudományos technikai felfedezések, szabadalmak, tehát Igen. az az originalitás, ahogy így említjük, az eredeti ötletek, az uh -huh. mind kreativitás, de ott a harmadik láb. Mert a nélkül nem működik. A motiváció. A motiváció, igen. A feladat iránti elkötelezettség, uh -huh. hogy én akarjam ezt csinálni, mert Na ez most jó. most azt szokták mondani, hát aztán igazíts ki, hogyha nem egészen így van, de szerintem van valami alapja, hogy azok a bizonyos kreatív személyiségek. A, ezeket most így körvonalaztuk nagyjából, de hogy hát hogy mondjam finoman, nehezen kezelhetők itt, ott, ott, ott vagy a, a korlátozásokat nem nagyon szeretik tűrni, de valahol attól lehet kreatív. És és kicsit kilógva a sorból, mert ő valamit máshogy gondol, vagy máshogy csinál. Ez tökéletesen így van. Tehát ő egy picit más, itt a másság elfogadása, uh -huh. ami egy, egy, egy felhő, egy, egy búra. Igen. Itt a másság elfogadása pontosan beletartozik, hogy a másképpen gondolkodók, uh -huh. mi úgy mondjuk, hogy a rugalmasan, könnyedében gondolkodó embereket fogadja el a társadalom. Hát bocsánat, a volt gyerekeket a cipőfűzőn is bekötve Igen. vannak ilyen kis és nagyon Jól érzi magát a bőrében. Persze. Egyet mindenképp fontosnak tartok, hogy sokan gondolják azt, hogy a kreativitás az a képzőművészeti tehát a művészeti alkotásokban mutatkozik. Nem Ez csak. nem igaz. Ugye? Ez nem igaz. Matematikában és minden területen ott van a kreativitás. Ö, amikor ránéz egy gyerek egy feladatra, és megmondja az eredményt, mindenféle részetszámításaik, mm -hmm. ezek elgondolkodtatók. Vagy amikor testtartásával jelzi egy, egy tanuló az osztályban, magyarul elfekszik a padon, és kicsit <laughs> deviánsnak tűnik, Igen. de nem az, mert ő a testtartásával jelzi, hogy én könnyeden, rugalmasan mm -hmm. gondolkozok, én könnyen térek hát egyik témáról Igen. a másikra. Ez is kreativitás. Na most a kreatív személyiség az fejleszthető. Szóval most úgy értem, hogy valaki, nem tudom, 6 éves, 8 éves, 10, 12 éves, és akkor hirtelen akkor jut el odáig, hogy, hogy hogy kreatívabb lesz, mint amilyen nem volt. Így igaz. Beszéltünk az előbb, pár perccel előbb a korai képességekről. Igen, körül, igen, igen. Ami három éves korban markánsan mm. a zene és a mozgás. Van, amikor azt mondjuk a gyerekre, hogy hát későn érő típus ha vagy retardás. Jánoska, hát hol voltál eddig nyapám, hogy igen. nem vettünk eddig észre. Mi történt Jánoskával? Dagonyázott négy-öt év az általános iskolába, igen. mert nem volt olyan inspiráló számára a környezet, ez mm -hmm. most nem egy egy deonesztáló is iskolára vonatkozó, vagy nem talált magának egy olyan pedagógus uh -huh. személyiséget, Ez akivel bizony. tudta uh -huh. volna az elképzeléseit megvalósítani, mert hát mindannyiunk tudjuk, hogy a tantárgyat mindig a pedagóguson keresztül szeretjük meg. Ez pontosan így van. Na most a kérdésnek a másik fele, tehát akkor későn érő típus, de vajon amikorra ilyen értelemben beérik, akkor ez már megmarad, vagy hát fejleszthető, tudom, de akkor felnőtt korában is megmarad ilyennek? Megmarad, tehát ha bent van a belső motiváció, belső motiváció az azt jelenti, hogy nem az uh -huh. eredmény, nem az osztályzatért tanulok, nem a, a pénzért csinálok valamit, hanem a saját belső Fontosan. örömömért csinálok valamit, ez nagyon fontos. Uh -huh. Ha ezt a környezet tudja biztosítani, hogyan? Igen. Hogy visszacsatol, uh -huh. dicsér, jutalmaz, megindítja azt, a bizonyos mókus kereket, uh -huh. és az mozgásba marad, Igen. és akkor fiatal és felnőtt korban is ezek a képességek megmaradnak, és magas szintre uh -huh. tudnak menni. Most megpróbálok így a levegőben megmutatni három buborékot. Így van egy buborék, még egy buborék, és még egy buborék. Na most az első buborékban az van, hogy a feladat iránti elkötelezettség, amit mondtál a második buborékban a kreativitás, és a harmadik buborékban pedig az, hogy átlagon felüli képesség. Na most, ahogy ezek a buborékok így egybe mennek, akkor középen ugye találkoznak, és akkor erre húzhatunk egy vonalat, hogy ebből a háromból jöhet a tehetség. Ez így igaz, ez, amit te idéztél most, ez a Renzuli féle tehetségmodell, vagy háromkörös modell, vagy háromfaktoros modell, tökéletes. Igen, a három képzeletbeli körnek a metszetébe beírhatjuk, hogy tehetség, igen. De először nem tehetség csak tehetség, ígéret. Aha, igen. Mert még nem csinált semmit. Majd mm -hmm. csak később fogja kibontakozni, de mi megláttuk szakemberként benne valamit, mm -hmm. és hozzáteszünk feladatorientáltsággal valami motivációt, mm -hmm. ami belsővé válik, és így lehet majd teljesítmény. A tehetség igen. mindig teljesítményben mutatkozik uh, meg. Még egy, ugye, ezt nagyon sokszor elhangzik, és most a szó jó értelmében mondom, ne hogy félreértsék itt a drága jó nézők, hogy vannak tehetséges népek, vagy kevésbé tehetséges népek, és ezt azért mondom, mert a magyarokat mindenhol a világon nagyon-nagyon tehetséges népnek tartják. Most elmehetnénk, nem tudom, Hollywoodba, a filmgyártás megteremtésétől kezdve, a matematikusokig és, és természettudósokig. Nagyon-nagyon sokan vannak, most nem akarok arra hivatkozni, hogy mennyi Nobel-díjas esik itt egy szál magyarra, vagy egy fő magyarra, hogy meg lehet ilyet, ilyet különböztetni. Hát igen, Céze foglalkozott ezzel mm -hmm. létszámarányban, és, és hogy milyen típusú tehetség. Igen, igen. szóval van 11 Nobel-díjasunk, ezt nem titkolhatjuk, és nagy büszkeség. Van. De hát ugye csak egy foglalkozott Magyarországon olyan magas szinten, igen. hogy abból Nobel-díj. Ez gondolom társadalmi problémát vet Persze. fel, és ez van mm -hmm. mögötte. Hát ilyet sem mondhatunk, hogy a levegő biztos jobb, hogy itt tehetségesebbek az emberek. Igen. Én úgy gondolom, hogy valahol genetikailag van valamilyen Igen. érintettség, de az egészen biztos, hogy kell a környezet. És Igen. ahogy Szejzelt idéztem, engedtessék meg, hogy még egy mondat erejéig, amúgy tanítványa voltam, és erre nagyon Igen. büszke vagyok, ugye arról volt szó régen, hogy 50%-ban a genetika, 50%-ban a környezet határozza Igen. meg, hogy én mivé leszek. Igen. Aztán ez persze módosult, azt mondták, nem, csak 40% a genetika és 60 a környezet, és szerzelendre a legutóbbi uh, publikációban már csak 30%-ot mondott az adottságoknak, Igen. Tehát a gener és 70% a környezet hatása, mm -hmm. ez nagyon figyelemreméltó, tehát, hogy mennyire fontos, és igaz, az van, amikor azt mondja, hogy van egy sorsfaktor. Igen. Tehát lehetek én nagyon-nagyon okos, ügyes sugrifüles de ha például önsorsrontó magatartást folytatok, a, a, hagyd ne bontsam ki, ez mit jelent, Így nagyon van. sokfélét, akkor bármennyire is jó adottságaim vannak, középszerű maradok, nem tudom uh -huh. beváltani azt, ami bennem Igen. Jól Na most lenni. nekem a hátsó gondolatom, amikor ezt belekezdtem, az volt, hogy hogy rendben, így van, minden nagyon szép és minden nagyon jó, ahogy elmondtad, és köszönöm, de ugyanakkor, amiről mi nem tudhatunk, hogy például a kecsua indiánok miben tehetségesek, jobbak, mint mi vagyunk, mert ott az a környezet van. De elmehetnénk az eszkimóktól kezdve bárhova, és ez támasztja alá szerintem, amit mondtál hogy mindenhol a saját pátrián, a saját környezetében lehet valaki zseniális. Ez tökéletesen így van, és fájhat a szívünk, hogy mi lett volna, ha uh -huh. ő egy olyan inspiráló környezetben van, ahol kibontakoztathatja. Igen. De minden területen lehetnek, hát bocsánat, a gyöngyfűzés területén, vagy mondtam most valamit, minden területen lehetünk rendkívül kimagaslóak, hogyha a környezet hozzásegít, biztosítja azokat uh -huh. a feltételeket, ami által én ezt a magasabb szintű teljesítményt tudom nyújtani. Igen, és akkor azt hiszem zárhatjuk azzal a beszélgetést, hogy a többi rajtunk múlik, mert nagyon okos emberek azt is megmondták, ugye sokféleképpen, hogy a tehetség önmagában kevés szorgalom is kell hozzá. Ez így igaz, szorgalom kitartás nélkül középszerűek maradunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm kedves Mariana, legszívesebben én úgy kezdeném ezt a beszélgetést, hogy hol volt, hol nem volt, de kezdhetném úgy is a beszélgetést, hogy egyszer volt, hol nem volt, túl az operencián, meg az üveghegyen, és azt hiszem, hogy a nézők akkor ebből rögtön kitalálják, hogy itt meséről, illetve mesékről lesz szó ebben a beszélgetésben, amelynek tulajdonképpen az az apropója, hogy nemrégiben Százhalombattán lezajlott a 15. ha tudom, Országos Népmese Fesztivál, és hát ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog, egyrészt azért, mert a 15 másrészt pedig azért, mert hát a, ahogy mondani szokták, a magyar kultúrkör leghitelesebb, legnagyobb mesemondójának születésnapján, Benedek Eleknek születésnapján van ez, vagy volt ez. Szóval a konferencián nagyon sokan voltak, külföldről, belföldről, és azt hiszem, hogy ez megint egy olyan mérföldkő volt, ami a, a mese és a népmese szeretetét tovább viszi felnőtteknek is, ugye, és nem csak gyerekeknek. Így van, így van, és bízom benne, hogy, hogy egyre inkább felnőtteknek, mert azt ugye megszoktuk, hogy gyerekeknek mondunk mesét, jó esetben, de az, hogy felnőttek meséljenek egymásnak, az, az igen ritka. Tehát a konferenciának ez az egyik célja, hogy csempészünk hmm. vissza a mesét a felnőttek világába. A felnőttek világába, és, és, nem csak kisvárosban, nagyvárosban, kisfaluban, nagyfaluban, hanem én azt, ezt nagyon jól tudom, hogy, hogy Marianna a, a horvát nyelvben ugyanúgy otthon van, mint a magyar nyelvben, és a szó legjobb értelmében mondom, hogy kétnyelvű. Igen. De az a fajta Mese kultusz és mesemondás, az például határon túl, akár Szerbiában, Horvátországban is ugyanúgy jellemző mostanában, mint nálunk Magyarországon? Igen, jellemző. Vannak mesefesztiválok, uh -huh. ahol 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 összejönnek a népek, és arról beszélnek, hogy pontosan országonként hol mi azok, hát ok, az, az, hogy ezt így, így megkezdődött, uh -huh. nem tudjuk, hanem mi azt tudjuk ugye, hogy nálunk most reneszánszát éli ez a népmese mondás, több szervezetnek köszönhetően. Ugye itt van a Népmese Napja, és tulajdonképpen ilyenkor találkoznak össze ezek a szervezetek és ünnepelnek uh -huh. együtt. Uh, nagyon fontos dolog, és nagyon jól tudom, hogy, hogy Marianna is szóba hozta ezt nem egyszer, hogy itt vagyunk most, maradjunk az ifjúságnál. Most nem a kisgyerekekre gondolok, hanem tényleg az ifjúságnál, mert hogy ugye most digitális gyerekkor van, ahogy szokták mondani, meg azt, hogy, hogy internetes generáció, de valahogy a népmese és a, 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 ilyen értelemben a régi népmese az ugyanúgy teret kapna. Most mindjárt megmondom, hogy miért hoztam én ezt ennyire szóba, mert ha jól tudom, éppen ön mondta, hogy a mai ifjúsági irodalomnak két része van, a Harry Potter előtti, meg a Harry Potter utáni időszak. Igen. Hogy van ez egészen pontosan? Egy picit még világosítsuk ezt meg. Hát ugye Harry Potter előtti időkből valahogy megkopotta a gyerekeknek az olvasási kedve. Uh -huh. Kevesebb gyerek olvasott, kevesebben járt a könyvtárba. Uh -huh. Miért is? És most magam véleményét tudom elmondani. Mint a... könyvtárvezető? Igen. Uh -huh. A gyerekkönyvek nem követték a, a, az, az életet. Tehát azokat a gyerekkönyveket könyveket tudták olvasni a gyerekek, mm. amiket én is olvastam gyerekként. Értem. Nem volt új, nem volt nem volt valahol gyermekirodalom, valahol megállt. Mm. vagy vagy nem volt, nem volt, megfelelő. Nem volt magas színvonalú. Igen. És amikor a Harry Potter megjelent, akkor akkor az íróink Kapták magukat, uh -huh. és elkezdtek írni. És hát szenzációs gyermekirodalmi művek születtek, és manapság nagyon sok gyerek olvas. Azt tudom mondani, hogy aki olvas, nagyon-nagyon sokat olvas. Igen, és akkor én még hozzátenném ehhez azt, hogy örökké, hosszú évek óta megy a vita, hogy milyen kötelező olvasmányok legyenek az iskolákban. És van, aki azt mondja, hogy lehet zanzásítani, egy kicsit rövidíteni, mert akkor legalább elolvassák a jókait is. Mások pedig azt mondják, hogy igen, és kellenek az új dolgok. És mindezt azért mondom, mert erő jutott eszembe, amit, amit Marianna mondott, hogy, hogy elkezdtek írni. Vendégünk volt itt nem is egyszer a stúdióban, Nógrádi Gábor, akiről, hát egyrészt tudom, petepitétől kezdve, amiket írt, és akkor igen. elmesélte, hogy azt hiszem, hogy ő az, aki nem kötelező, de mégis olvassák. Ő most ebben az értelemben fehér vagy többen vannak így már, akiket szeretnek. Többen vannak, uh -huh. igen, többen vannak. Hát, ha így megpróbálom átgondolni, hogy hogy melyik a jobb jókai. Ha, ha zanzásítva olvasunk valamit, az nem jókai. Ez így van. Nem. <hül> Tehát nem szabad ilyet csinálni, azt hiszem, ha ez, ez, ez az irodalomnak a, a meg, megcsúfítása. Pedig sokan megcsúfították. Hanem ha mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy, hogy fordítva. Tehát nem a klasszikustól jövünk a, a mai uh -huh. magyar irodalom felé, vagy egyáltalán a, a gyermekirodalom felé, hanem, hanem, hanem visszafelé haladunk. Megismertetjük a gyermekkel a, a mai irodalmat, uh -huh. ami szeret, ami viszi előre. Megismerkedünk egy Nógrádi Gáborral például, Igen. és utána, utána a klasszikussal, Aha. ami nehezebb. Amikor Igen. már van neki kedve, akkor, akkor lehet olvasni. Még egy dolog, most ez előzott eszembe, hogy jókai és egyáltalán a mesék, mert nagyon sokan azzal is támadták a népmeséket, most mindegy, azt mondom, hogy Piroska és a Farkas, hogy akkor hogy lehet olyanokat mondani, hogy lenyeli meg a, a Farkas, meg a nagymama, meg mit tudom én, mi hogy szörnyűségek vannak benne, de említhetném a gonosz mostohát és a boszorkányt és a hamupipőkét és mindent, Na most ez miért olyan borzasztó? Mert amikor én emlékszem, gyerekkoromban imádtam a, nem csak én mások is az indiánokat, és akkor ez mennyivel rosszabb, mint ha mondjuk elmegyünk az apacsok világába, akárhová, és ugye Vinetú, annyira imádtam, hogy még arra is emlékszem, hogy Sveló Fecskének hívták a lovát, hogy hát ott megfolyt a vér, meg megskartolták az embereket. Hát akkor most ez nemzetközi dolog, hát miért kell ezt bántani? Nem kell bántani, nem szabad bántani. A gyerekek a mesék felnőtteknek szóltak. Ez az. Maradjunk ennyiben. De most gyermekirodalom váltak a népmesék. Uh -huh. Ha gyermekirodalom váltak, akkor se tehetjük azt, hogy cukormázzal leöntjük, Igen. és csinálunk Igen. belőle egy ilyen-ilyen masszatot. Uh -huh. Az a gyerek, aki, aki többször hall népmesét, neki képei lesznek. Ne uh -huh. feledkezzünk meg, ugye, arról, hogy ha látott tévében, a embert, a... Igen. akkor megvan neki a képe. Ha nem látott, uh -huh. a, nincs neki képe, akkor elképzeli, hogy valaki valahol. Igen. Tehát uh, megint csak itt itt itt, itt nem a népmese a bűnös, hanem mi, akik kitesszük a gyerekeket olyan képeknek, aminek nem kellene. Így van, és ezt nagyon sokszor elmondják, és nem csak meseterapeuták és mesemondók, hanem mások is, hogy hogy a gyerekeket sokszor, hogy milyen népmesék vannak, jajjal, tehát bekapcsolja a híradót, vagy bármelyik tévében a bobozzasztó dolgokat lát, Igen. mint és a tíz éves gyerek is bekapcsolja, mint ami a mesékben van. De a másik, amit mindenféleképpen mondani akartam, hogy megmozgatja az agytekervényt. Ez most erre jutott eszembe, hogy, hogy a gyereknek megjön a képe, hogyha nem tárjuk elé készen a, mondjuk a televízióban. Képzelőerő, agytekervény, és ami nagyon fontos szerintem legalábbis, a nyelv, és a meséknek a nyelvezete, és a magyar nyelvnek a megmaradása, nem? Igen, igen. A mesei nyelv, talán itt ragadjunk el le egy kicsit, a magyar népmesének gyönyörű nyelvezete van. Igen. Az egyszer volt a mesének a bevezetése, a mesének a vége, az igen. állandósult párbeszédek. Én a könyvtárba, a Szászhalombatai Hambasbélá városi könyvtárba, amikor mesélek... <laughs> Sokszor mesélek adott gyerekcsoportoknak. Igen. Ők <laughs> ezeket az állandósul dolgokat ismerik. Nekem elég annyit kérdeznem egy gyermektől, milyen szép volt a király kisasszony. Aha. És ők korusban mondják nekem, olyan szép volt, hogy a napra lehetett Lehet, nézni, de rá nem. És, azt mondjuk, és így játszunk mi a mesén belül. Ásó kapa. És a nagyharang válaszol el bennünk. És boldogan éltek? Még meg nem halta. És ez megvan a gyerekeknél. És ez a gyerekeknél teljesen spontán. Megvan. Kell nekik mesélni, és ezt mondani. Kell, és, és, és ugye és hogy kell? Ott... Élő szóban kell. Így kell, hogy nézzük egymás szemét. Igen. Az, hogy én lássam, hogyha azt mondom, Igen. hogy a kidőlt kemencének a bedőlt oldalán, akkor ő, ha egy ilyet tesz, akkor mindjárt elmondom azt, hogy tudod, az a kemence, az a kerek kemence, ami bejég benne a tűz, amikor annak az egyik oldala bedőlt, Igen. én most erről mesélek. És megvan a képe, a mesemondó Igen. képeket mesél el. Pontosan. Úgy, hogy a hallgatónak is meg kell, hogy jelenjenek ezek a képek. Igen, és még egy, most a nyelv és a képek és a hagyományőrzés. Én biztos vagyok abban, hogy a mesék nem ismeretében valakinek, mit tudom, egy tíz éves gyereknek azt mondják, hogy Kemence nem biztos, hogy tudja, hogy mi az. Hát és nagyon-nagyon nagyon sok ilyen van, de akkor így megmarad neki. Ellenben, és ezért gondoltam én a nyelvezetet, ugye az SMS világa, én nem bántom azt, aki az SMS-ben a hogy helyett egy H betűt ír, meg rövidít, meg minden, de élő szóban ezt nem, írásban nem. És ezt az egészet azért hozom szóba, mert ha azt nem tudja, hogy mi az, hogy bubos kemence, de azt viszont tudja, hogy sali, pali, csülökpöri, karifa, ha valakinek ez nem jut eszébe, az karácsonyfa tartó, mondjuk karifa, vagy nari, ugye a narancs mondjak még ilyeneket? Nem, nem. Köszönöm nem. szépen, nem Pedig van még le. a Savi Ubi, meg minden. Na most azért, és ezt Marianna, hogy, hogy ő tudja, hogy is mondjam, csak nem is értékelni, hanem elfogadni, hogy manapság a gyerekek nyelvezetében ez jön elő, és például a régiek azok hát nagy nehezen, de azért meg kell, hogy tartódjanak. Nem tudom elfogadni, mit tudok tenni. Én úgy beszélek, ahogy, ahogy beszélek, Igen. és a gyermek valamit mond nekem azon a nyelven, nem kiavítom, hogy ezt nem így kell mondani, uh -huh. hanem én megismétlem úgy, ahogy, ahogy azt kell. mondani kell, és így. És amikor engem hallgat, ezzel nem fog találkozni. Uh -huh. És hogyha azt mondja a gyerek, hogy köszi, akkor azt mondom, hogy köszönöm, köszönöm szépen. szépen. És akkor hát, ha, hát, ha megmarad. Igen. Mert az, ami már megjelent és meg is honosodott a nyelven, szól, az mondjuk már nem olyan valaki, azt mondja, hogy szia, vagy mit tudom én. Ez, ez, ez megvan akár a köszönéseknél. Bár... Ezekkel a dolgokkal a a egy, egy gyermekkönyvtáros nap mint nap szembesül. Ugye? A gyermekkönyvtárnak egy ilyen funkciója is van. Uh -huh. Illemre, illedelmes viselkedésre tanítani a gyerekeket. Igen. Kérlek szépen vedd le a bészból sapkádat. Igen, Szia. ez az. A másik, amiről még nem beszéltünk, hogy hát ugye itt vannak a mesék, de vannak a versek is, és a verses mesék. Mert, mert nagyon sok ilyen van, és nagyon sokat köszönhetünk, nem tudom, nem csak Vörös Sándornak, hanem euh, volt szerencsém, amikor még megjelent jó néhány évvel ezelőtt a Túlamaszat hegyen. Szóval azért euh, ebben az értelemben azt hiszem, hogy Varródani mérföldkő lehet a hazai irodalomban, ugye? Természetesen igen, imádjuk Varródanit. Hadd meséljem el, hogy most a, a Népmese konferenciának a, az első része hogyan zajlott. Úgy zajlott, hogy először én elmondtam egy népmesét, a szaggató király kisasszonyukat. Igen. Jött egy kolléganőm, akinek Igen. színművész végzettsége van, Rózsnyái Júlia, aki felolvasott egy irodalmi mesét. Igen. Majd pedig két gyermekirodalom kutató, Gombos Péter és Pompor Zoltán párbajozott egymással, melyik a jobb mese, Igen. az irodalmi Igen. műmese, avagy a népmese. Aha. Nagyon érdekes volt, nagyon keményen védték a két műfajt, természetesen a végére döntetlenben kiegyeztek. <laughs> hát igen, mert mindenki mesélt, az volt a lényeg, mindenféleképpen. Még egy, hogyha már itt beszéltünk a két nyelvűségről akkor úgy kezdődik, ugye mondjuk a, a magyar, hogy egyszer volt, hol nem volt. A horvátul ez hogy van? Nincsenek mesebe bevezet, Bíró Jednom. Bíró Jednom. Egyszer hát, volt. Egyszer volt. Igen. Bilo... Jednam, történt egyszer, és akkor már is belemegy a mesébe. Igen. Ellenben magyar mese nem. Uh -huh. Nem olyan gyorsan. Nem. Hát... Elmondhatok egy mesekezdést? Én igen, sőt, még kérni is. Igen. Csak a kezdést, vagy egy rövid mesét? Én, én azt szeretném, hogy jöjjön inkább egy rövid mesé, mielőtt még itt elköszönnénk egymástól, de szóval én nem véletlenül mondtam ezt a vagy kértem ezt a e, horvátot, és meg is köszönöm, kvála lépó. Nem alatt <laughs> Hogy Igen, hogy, hogy az, én, én szerintem legalábbis egy mese, most az, hogy rövid, vagy hosszú, mert a népmese nem annyira rövid, az ebből a szempontból, már elnézést, hogy Őrkény Istvánt hozom, de egy egy perces is lehet olyan, mint mit tudom én, egy hatoldalas novella, és egy rövid mese is lehet olyan, mint mondjuk egy hosszabb népmese. Úgyhogy én akkor nagyon szépen kérem Marianna, hogy mint mesemondó, egy mesét. Mielőtt belekezdenék, fontosnak tartom még elmondani, az Országos Népmese Konferenciát a Magyar Olvasás Társaság szervezi. Igen. És az, az, is nagyon fontos, hogy van egy egyesület, a Meseszó Egyesület, 25 mesemondója van, ők ott voltak a konferencián, Igen. és egész nap meséltek, hogy is. Hát így. Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Operenciás tengeren is túl. Az üveghegyen, a mágneshegyen, a hegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, a kidőlt kemencének a bedőlt oldalán, vagy a bedőlt kemencének a kidőlt oldalán, ezt soha nem tudom, de onnan még egy bolharod ugrás nyira, történt ez, amit én most elmondok. Volt egy apa, aki kint dolgozott a földeken. Hát, ott szántott, ment az ekevassal, a gyermeke meg olyan 16 éves forma, áfenéket talán 6 éves forma, nem tudom. Na ő meg úgy ment utána. És ahogy szántanak, egyszer csak az ekevas kifordította a földből egy ládikót. Édesapám, édesapám, ide nézzen! Itt egy ládikó. Fiam, ládikó. Nincs hozzá kulcs, és dolgozott tovább. Aztán mondja a fiú megint, édesapám, édesapám, itt a kulcs. Hú, az apja is eldobott mindent, rohantak oda a ládikához, húzták, tolták, vonták, feszítették, kipattant a ládikónak a teteje. Mit gondolsz, mi volt benne? Mi lehet benne? Kincs. Csodák. Egy ekkora, icike, picike kisegér. Jó. Az ekkora icike, picike kisegérnek ekkora icinke-picinke farka volt. No, ha az egér farka hosszabb lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a nagykörút a kulturális magazin. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk. Addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.